Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az LCG tesztek, és megint Liquidet fogok kóstolni Matyival és Borisszal. Borisszal. A mai áldozatunk a Cutwoodnak a Boss Reserve-je lesz, ahol most itt a videó előtt, hála Isten, hogy ti ezt nem hallottátok, Matyi elmondott ezzel kapcsolatban egy viccet, hogy mi az, hogy kézzel készült, és mindenféle szakástudományt megcsillogtatott, hogy miért van szőr a túros csúszába. Nem vagytok rá kíváncsiak, higgyétek el. Az látszik rajta, itt a flakonon is látszik, hogy ez egy 30 ml-s flaska, és 3 mg-os per milliliterenként a nikotin erőssége. És tök jó százalékosan sáv van írva, 0,3. Hát az van ráírva csak, azt már csak én fejbe képzeld átszámoltam. Nikotin 0,3% by volume. És amit itt Boris észrevett, rá van írva, nem tudom, látta, de this product is not FDA approved. Úgyhogy életünket és vérünket a hazai vaperekért. Kattingatom itt körbe, forog, minthogyha kötelező lenne neki. De ez tök jó, ne vett ki, hogy nézd meg, hogy a pipetta végigér. Hát az alján maradt egy 3 mm-nyi rész, meg vonalkód, meg mindenféle. Csicsamicsa, a nyakán látszik a készítés dátum, az 7.9, tehát viszonylag friss leves. És azt kell róla tudni, hogy ez már megint egy roppant divatos, misztikus likvid. Már szofisztikált. Fú, meg tudtad jegyezni, hogy mi ennek a... Azt tudom, hogy van benne hideg tej. Sweet and delightful cereal. Oozing with golden honey and crunchy roasted nut. Mézes, tejes. Na, ez az a reggeli, mogyoros, reggelizős, zappelyhes, és kör alakú kis pufi bizbasz benne a tejben. Jéghideg tej, és egy kis szelet banánnal. Igen, úgyhogy ezt az ízt fogjuk az ízlelő bimbóinkra ereszteni. Én ezt nagy szelet banánnal kérem, ez nem járja, hogy ebben csak egy kis szelet banán van. Mennyi Afrikába! Na jó van, én ezt most az Origennel fogom megküldeni, lássuk, mit művel az üvegszál ezzel a levessel, aztán... Vagy inkább a leves az üvegszállal. Vagy leves az üvegszállal. 1, 2, 3, de nem jó, mert 3, 2, 1, durr! Jaj, Istenem, hány ilyen likvidet kóstoltunk ma? Anyám, hívd a papot! Ez most megfogom, és ide így leteszem. Picit más, mint az előzőek. Más. Én most még keresem a hideg tejet. Ebbe kézzel keverték bele a diacetilt. Azért csukom be a szemem, hát, hogy jobban magam elé tudom képzelni, de megy, nekem nem. Megvan a mogyoró, az lehet picit érezni, talán abba más, mint a Milkman és az El Diablo. Azt észrevettem, hogy ezek ők a milk isre full ugyanazt az aromát használják. Ebből is ugyanazt lehet kiérezni, mint a többi ilyen milky, ice cold, milky, sweet, meg creamy, ugyanazt custard. Az adalékot. Custard, igen. A magyaró az egy nagyon picikét. Elmondom akkor a száraz tényeket. Ez a 30 ml-s flakon 17 angol font. Mennyi most a font? 460, 450. Atya úristen, szorozzuk már meg 500-zal. Nem, annyit nem ér. 8700. Még a felét sem fizetném ki érte. Sőt, igazából sem ennyit. És ez egy 60-40-es. Tehát semmi zsár nekem megint. Arnold, én.
Figyelj, lehet, hogy ezt a kézzel keverést kell úgy megfizetni, lehet, hogy szerencsétlenek már popcorn keze van, annyit kevert. Lehet, hogy kikeverte belőle a gőzt, rohadjon be. Igen. Hát ez semmiképp nem 60 gőz. Én közben el is álmosodtam, már annyira unom ezeket a teljes szofisztikált amerikai dolgokat. Nézd meg, és már sehol nincs. Mm-hmm. Igen. Az rajta van, hogy mennyi PGVG? Nincs, ugye? A flakonon nincs, a weboldalon van, hogy 40 PG. Nem tudom, szerintem a Blosszal többet produkáltunk. Vagy akár a Witchcraft-tal. Witchcraft-tal biztos, hogy kifújod, és itt van valahol vége is. Hát ezt onnan tudod, hogy körbenézünk, és... Látunk. És látunk, igen. A többinél nem láttunk. Én még adok neki egy esélyt. Cserélünk. Megfognál egy picit? Cserélünk? Várjál, először... Dry heat mentesítem neked. Meg, okay. Íze nekem ugyanaz jön le. Tipikus. Amerikai. Hát most már, ha becsuknánk a szemünket, és akkor úgy kóstolnánk meg, akkor is meg tudnánk mondani, hogy nem csak az, hogy Amerikában, hanem melyik domb mellett igen. Gyártották, mert... Hogy épp sunny volt-e Los Angeles, or cloudy. Igen, ez az anya. Ezt nem tudom, mit dugok hova. Jó, de jó meleg tojás van itthon. Oké. Na, hát én... Büszke lehetsz magadra, hogy kijöttek azok az ízek, mert az enyémben még több krémes ízt érzek. Lehet kezdeni az értékelést? Én már nekem már mehetnék el van ezektől az amerikai ízek. Azt hittem, hogy olyan gyorsan átment rajtad, hogy irány a WC. Nem. Na mondjad, mi addig itt dühöngünk. Na, hát, sziasztok, Matyi vagyok, magyar véper, a magyar ízeket szeretem, elegem van ezekből az amerikai ízekből, szerintem enélkül ti is megvoltatok eddig is, és ezután is meglesztek, főleg, hogy az FDA sem approvalja ennek a dolognak a fogyasztását, most már kezdem őket érteni, szóval adnék neki ízre 10-et, ha jól emlékszem, annyit adtam a teljes embernek is, gőzre pedig adnék neki 30-at, mert szerintem többet nem érdemel ezeket a kis lepke alszó. Ebből már az illatával is tudom, hogy nekem jó helyen van ott a készüléken. Hogy hívják azt az applikációt, ami turgágy, vagy tudod valam, amelyik mint a Foursquare? És ide még nem csekkoltál be? Nem, az nem, le akarok húzni. Mire gondolsz? Az na, a TripAdvisor. Az a TripAdvisor, hogy nyugodtan az amerikai vépereknek be lehet nyomni a magyar ecigis boltokat, hogy jöjjenek el oda és vegyenek valamit. De valamilyen lepvidet. Csak a custardöket, meg a creamy milkeket szeretik. És a világból ki tudnak kergetni. Próbálják vele. Meg, mert tényleg ez az. Amit már sokszor elmondtam, hogy ugye mikor benn voltam a Beyond Wave-be, és ahogy belépsz, ezt érzed. És mondom, egyszerű srácok, egyszerű, ezt kóstold. Egyszerű málna. Húzza a száját. Őt kéne oda küldeni, rendet tenne ott egy hét alatt. Küldenének neki a tesók egy pár AK-47-est, el lenne ott rendezve ez a helyzet. Nem tudom, miért kell előtetni ezt a milki. Szerintem szerint. Kapnál oklevelet az FDA-től is, biztos nem vagyok tudom, benne. De... Banán, hát ebben nem tudom, hol van banán. Nem. Csak egy kis szelet. Most már értem, miért azt hiszem, hogy csak egy kis szelet. Akkor meg... Írja oda a Brenyó az egyikhez, hogy kisszel egy szarvasgomba. És fogd a kazánodra, hogy azért nem érezted a szarvasgombát, mert hát jön a kazánod. Nem értem. Szuttangó kéne szívnom mindent, valamilyen szuttangó. Erre nem is gondoltunk, hogy lehet, hogy ezt ilyen
1500 forintos kazánba kéne szívni? De nem, nem, mert amerikaiak azok meg orba szájba drippelnek. Tehát lehet, hogy ez a baj nagyon vékony a drót. Matyi, mi van benne? Tessék, már ide. Kóstoljátok meg nyugodtan. Tényleg. Zsebzár rajta van? Nincs a zsebzár. Pedig ez szerinted olyan szar, szerint meg a zsebzárat is be kellett volna hegesztened. Most mondok valamit. Ebben jobb, mint az enyémben. Na, akkor lehet, hogy megfejtettük a... Miért nem ízlik nekünk? Na, hagyni majd a végén. Ebben még a... Hát akkor a kulgyűrű van rajta. Ezért van kalibrálva ez a rohadt amerikai liquid. A hatos kerítés drótra. Igen. Meg a White Mouse drittikre. Hát akkor újra fogjuk kezdeni az összes amerikai legjobb a kóstolását. És beszerzünk ilyen nagyon brutális kazánokat. És igen, a szomszédnek a kerítését meg megbontjuk. Megbontjuk. A olajos hordókat háromba vágjuk. És rögtön. Abban lehet, mert kb. Ez... Vagy a buszárdónak a... Ligávé 4000. Azzal. Az én is hagy kóstoljam már. Várjál, még rakok rá neki, hogy utána nehezebb legyen kimosni. Úgy. Hát ebből is majd ki kell esztergálni. Egy millit belülről. Annyira ízlik benne, várjál már egy picit. Ajajaj. De látod, nincs már. Várjál, mert forró volt a torkomnak. Na, oké. Na. Adsza szódával. Ide. Adsza ide. Ugye egy szar volt üvegszállal? Látod, ezért mondják az amcsik, hogy az üvegszálszalra is nem kell használni. Ezért mondják azt mindig a review-ba. Lehet, hogy azért jön ki ott jobban, vagy jobbnak, mert ebbe ízesebb volt. És olyan botrányosan szar ízes. Én nem tudom, én eddig a saját legfigyeimből akármit öntöttem bele, annak jó íze volt. Sőt, ebből szívtam el 10 milli nektarint is, az is kiváló volt. Ugyanazt érzem. Ma, adjál rá pontot. Ugyanazt érzem. 100-ból adok rá. Mondjuk adok rá 15-öt, mert nem teljesen nagyon olyan volt, mint a Milkman. Valamint felfedeztem egy mikroszekundumra, de utána elveszett. Most megnézem, hogy ebben van-e még. Ó, hát ezt lehet még szívni. Megnézzük. Füstre 100-ból 40. Tudtad, mit érsz el? Lehet, hogy íznek. Ahogy hiába van benne ez a izé. Néha fölpattan. Fölpattan az izé, a liquid. Vele spriccel a számba. Sokat öntöttetek bele. Az enyém már az elején kifolyt, úgyhogy szerencsém volt. De hát érdekes. Jó, én azt mondom, hogy a Cutwood Boss Reserve-ének adok ízből. Jaj, mi az, aminek adok neki 16-ot, megadom neki az esélyt, mert például a te kazánodban jobb volt az íze, szerintem, mint üvegszállal. De ez a össze-vissza kevergetek mindent, hogy hát, ha majd valamit felfedezek, ez nem gyere be. A gőzére meg... Tehát tegyük hozzá, hogy ezzel a húzallal is nem ilyen cloud chaser. Nem ezt kéne művelnie. Hát, és akkor nézd meg, hogy az üvegszállal mit ad. Nem, én a gőzére adok 35-öt. A 60-40-hez képest ez lófütty. Ennyi. Van még hozzáfűzni valód? Rest in peace, Boris. Jó, akkor ha mégis ilyet akartok venni, akkor ott lesz a gomba weboldalon a megvásárolom linkkel. Vegyetek ilyet. Vegyetek nyugodtan.
Vegyetek, hát mit tudom is. Kell próbálni mindent. Múltkor rám írt egy ittállomásozó amerikai katona a nagykövetségről, hogy valami likvides boltot keres, és akkor én javasoltam neki egyet-kettőt, és nem írt vissza. De lehet, hogy neki túl egyszerűek voltak a mi likvidjeink. Nem volt benne elég milky crunchy, ice ja. cold, sliced banana. Úgyhogy Josh-nak üzenem, hogy marad az angol vonal, a vape.co.uk, meg kell venni 17 fontért ezt a 30 millis flaskát, aztán ezzel boldog lehetsz. Mi nem. Úgyhogy inkább csak arra buzdítalak titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornára. Boris innyó hasán. Az előző, ennél jobb videókat Mátyás hasára kattintva tudjátok megtekinteni. Igen. Én meg csak megköszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Hello!